Na, sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Velencei tóról, egész pontosan Velencéről. Hát most kijöttem itt szétnézni, hogy tényleg mennyi víz van a tóba, hát én sem, mert itt már tavaly ilyenkor már eddig kijött a víz, hát most látjátok, hogy még semmi, és az előbb voltam bent, körülbelül egy olyan, hát nagyon sokáig, majdnem egy kilométerig besétáltam, és még ott is csak derékig ért a víz, úgyhogy hát tényleg nem sok víz van, de ezt nézzétek meg. Nem semmi, és itt van, mondom, itt már víznek kéne lennie. És ennyi befele is. És egészen majdnem addig az én nádasig elmentem, és semmi. De már mindjárt megnézem belülről is. Akkor kicsit még beljebb megyek, azt onnan is megmutatom nektek, hogy mi a helyzet. Nézzétek! Itt van a mélyvíz helyzetjelző búja határa, és eddig. És még itt is, hát mutatom, hogy igazából térdig se ér itt se a víz, de innen még bőven lehet beljebb menni, még ott a harmadik bójáig is bementem az előbb, és még ott is nagyon alacsony a vízszint. Ezt nézzétek, eddig bejöttem, tehát még két bójányit, és itt is mindjárt mutatom, hogy jött ennyire, semmi. Térdig se ér, talán így jobban látszik. Én bizony már az eléggé bejöttem. És talán még a túloldalig át lehet sétálni. Na, ezt nézzétek, hát már nagyon benn vagyok, és itt már majdnem derékig ér, de még mindig nem. Hát, tudom, hogy eddig. És hát, még látjátok már milyen messzire bejöttem. Így, ennyire nincs víz a tóba, és ráadásul ott már de ott látszik, hogy ugye vízszintnek hol kéne állnia, és hogy hol áll most. És itt van a szárazra került nádas, ezt nézzétek. Hát igen, itt végig víznek kéne lenni. Na, talán itt még fel is tudok menni. Mondjuk itt már szúrós talaj. Egy mezítláb itt már eléggé szúrja lábamat a sok kavics. Ennyi. Már lassan átmentem Gárdonyba, és még mindig nem ér derékig se a víz. És itt a szárazra került nádas. Itt vagyok a szélén végig, nem semmi. Hát így néz ki egy mély vizet jelző búja, víz nélkül. És ott van még egy, hát ugye látjátok, hát itt látszik talán a legjobban, hogy mennyire alacsony a vízszint. Hogy ott még a nádasban is vízben volt. De hát ez ilyen, hogy igen, 150-200 évente ki szokott száradni a Velencei tó, az régebben is így volt. Amikor a szabadságharc volt 1848-49-ben, akkor is itt a tónak a medrébe is hadgyakorlatoztak, meg hát szekerekkel keltek át a túloldalra. Hát úgy látszik, most megint azokat az időket éljük. Hoppá, hát igen. Igen, ott van a part arra. Ez most nagyon nem igaz. És akkor egy távoli kép a tóról. Innen talán még jobban látszik, hogy mennyi víz hiányzik belőle. Ja, és itt van akár, erről már csináltam korábban magot, ez 3 éve adták ide ezt a széksort. És azóta is ugyanígy van, mert ugye ezt fordítva tették föl, tehát ennek a tó felé kéne néznie, mert innen gyakorlatilag ezt a régi romos épületet lehet itt csak nézni. Tehát ezt annól rosszul tették föl, és azóta is így van. De hát még itt megyek a tó körül. Na, most elmegyek Gárdonyig, aztán ahol lehet, ott megyek majd a tó mellett, és akkor majd még csinálok egy pár képet. Akkor lássuk, mert ilyen kevés vízszinttel még nem láttam a tavat. Pedig minden évben azért szoktam ide jönni. Már ugye 22 évre visszamenőleg alig volt olyan év, amikor nem nyaraltunk itt. De ilyen alacsony vízszint még soha nem volt. Úgyhogy akkor irány Gárdony. Hát itt látszik talán legjobban, ott az a csíkhoz nagyjából az előző vízszintet mutatta, és most ennyivel van lejjebb. És így néz ki Gárdonynál a Szabadstrandon. Hát látszik, hogy honnan hiányzik a víz. Ott a lejáró, nézzétek meg, és hát onnan jóval beljebb, és még ott úgy látom, hogy ott még ott ugyanúgy alacsony a vízszint, tehát ott is van bent valaki, és gyakorlatilag derékig nem él. Talán még a túloldalra is át lehetne sétálni. Na és ez az épület nekem csak azért érdekes, mert ez régen ez volt a szűvnek a vállalati üdülője, és itt nyaraltam először 1988-ban a Velencei tónál, ebbe az épületbe voltunk. Na és akkor immár itt Gárdony vasútállomáson is várjuk a... Hoppá! Mindjárt jön is a G43-as, azt hiszem most váltott át a fénysorompót, ahol valószínűleg már az lesz. És hát ezzel irány vissza Pestre. Mennyi volt ez a Velencei tó videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!